Sziasztok, nagy-nagy szeretet innen, Balatonfüredről, gyönyörű környezet, romantikus környezet, tehát mi rendszeresen járunk ide a családdal, aki teheti, jöjjön el, ide vagy máshova, hogy lazítsatok, a 21. században nehéz sorsa van, nem csak a magyar népnek, európai népnek, a világ népének. Ugye volt, még van ez a bizonyos koronavírus, lassan lecsengőve, ámen, viszont van ugye orosz-ukrán háború is, de ti ne háborogjatok a lelketekben, legyen békesség, ezt kívánom mindannyiótoknak. Itt van háttérben gyönyörű Balaton, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy a világ szinte összes országából jönnek ide látogatni, akkor valamit tud ez a környezet. Nem csak ez, Balatonfüred, hanem az egész Balaton. Csodálatos légkör, Velence is nagyon szép, de Balatonnak szintén egy varázslatos kisugárzása van. Legyen nektek is emberbaráti kisugárzásotok, legyetek toleránsok másokkal, ami a legfontosabb. Ha toleránsok vagytok, elfogadók, nem vagytok idegen gyűlölők, meg fajgyűlölők, akkor Isten gyermekei vagytok. És az a legfontosabb. Isten gyermekei sokáig élnek, áldásosan élnek, így legyen. Ezt kívánom nektek, mindannyiótoknak, Budapestre, Magyarországra, Európába, Európán kívülre is, és a világ népének, ahol élnek testvéreim, rokonaim, legyetek áldottak, barátaim, mindannyian. Úgyhogy a szeretet gyakorlás a legfontosabb, hit, remény, szeretet, közül írja a Biblia, legnagyobb a szeretet, tehát akkor mit gyakorlunk? A szeretetet, tehát a gyűlöletkeltő emberekkel megmutatjuk mi, ugye Éke és Ima jogvédők és tagok, hogy igenis mi szeretettel válaszolunk arra, amit ők tesznek. Gyűlöletet felforgatják hazánknak a békéjét, mi meg azt valóban hárítjuk azzal, hogy segítjük a szegényeket, azzal, hogy van ingyenes jogi tanácsadásunk, és természetesen a telefonszámomat megadom, 0635273160-as, tehát kérlek titeket, ha segíthetünk, akkor hívjatok. Most innen jelentkeztem Balatonfüredről, de megtaláltok engem ezen a számon, és ha kell, segítünk. És akkor közben mutatom nektek azért ezt a szépséget, tehát Balatonfürednek ezen része is gyönyörű, elmondhatatlan. Így szépen körbe járjuk, nézzétek ezt a gyönyörű őszfákat. Jövök tovább. Itt közel van a Eszterházi hotel is, gyönyörű. Az Anna szépét, tudni kell, itt szokták megválasztani, Balatonfüreden. Tehát a szépség királynő választásról beszélek. Úgyhogy kérlek titeket, hogy ezt a gyönyörű látnivalót, ezt azért ne hagyjátok ki. Nézzétek a hátteret is. Én romantikus személyiség vagyok, nosztalgikus is, úgyhogy aki ezt nem teszi, szokjon rá, mert ez a stressz, ami van esetlegesen felgyülemlő, az biztos vagyok benne, hogy eltörli. Legyetek hosszú életűek, Isten áldottai, és egészségesek, és legyen anyagi áldásotok is, az én szeretteimnek is, nekem is, ezt kívánom, és legyünk egészségesek, én is legyek egészséges, szeretteimmel együtt, hogy tudjunk segíteni nektek még nagyon-nagyon sokáig. Üdvözöllek titeket, sziasztok!